A szombati városi sportnapon Szőlősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője is Kecskemétre látogatott, ahol egy kötetlen sajtóbeszélgetésen is részt vett. Milyen tapasztalatokkal gazdagodott így első körben Kecskeméten? Nagyon jó hangulatú megbeszélés volt, és nagyon értékes megbeszélés is volt szakmailag. Az apropó az az, hogy május 28-án és 29-én Kecskeméten lesz a Sportújságíró Kongresszus, ami a mi szövetségünknek az éves nagy rendezvénye, legalább 100-150 magyar sportújságíró részvételével a határon belülről és túlról. És már most megelőlegeztük azokat a témákat, amelyek ott is felvetődhetnek. Egyrészt arra vonatkozom, hogy van a városnak egy olyan több műfajban, több csatornán információt, tartalmat közvetítő média csoportja, amelyiknek a működése modellértékű lehet és érdekes lehet a résztvevők mindegyikének. Van olyan magánkézben lévő sportorgánum és sajtóorgánum Kecskeméten, amelyik a nulláról indulva tulajdonképpen lelkes sport szerető fiatalok hobbiából lett egy professzionális és ma már megkerülhetetlen sajtóorgánumá a városban. Ezek mind olyan érdekes projektek, amelyek egy-egy prezentáció előadás formájában érdekesek lehetnek a Sportújságíró Kongresszus összes résztvevőjének. Aztán persze előkerültek a szakmai történetek, az ismerősökkel jó volt újra találkozni, Nyilas Beával, Sörös Jenővel, akivel meg a Nemzeti Sportnál dolgoztunk együtt, akinek nagy szerepe van abban, hogy a Sportújságíró Kongresszus Kecskemétre jön. Minden második évben Kelet-Magyarországon rendezzük a kongresszust az alapszabályunknak megfelelően, és Jenő a kelet-magyarországi alelnöke a Sportújságíró Szövetségnek, és az ő előkészítő munkája következtében jelenthettük be a tavalyi győri kongresszus záróvacsoráján, hogy 2018-ban Kecskemétre jövünk. Ilyenkor sportolni is szoktunk, most is fogunk, lesz újságíró foci, lesz talán újságíró darts, meg kosárlabda is. Lesz egy csomó érdekes szakmai program, itt fogjuk átadni a szövetség kitüntetéseit, és hát megtartjuk az éves rendes közgyűlésünket. Egy olyan időszakot fogunk lezárni, ami minden eddiginél több feladatot és több sikert hozott. Átalakulóban van az egész világon a média, a technológia robbanásszerű fejlődése gyökeresen változtatta meg a szakmánkat az elmúlt két évtizedben, és ez az átalakulás, ez a változás, ez most is zajlik. Tehát bőven van miről beszélni. Ráadásul a magyar sport átalakulása is robbanásszerű, lehet azt mondani. És nagyon fontos, hogy amikor talán soha nem látott mértékű fejlesztés zajlik a magyar sportban, akkor a sport szürke állományának jelentős részét képviselő sportújságírók sem maradjanak ki egyrészt az innovációból, egyrészt vegyék ki a részüket a munkából, másrészt viszont az is fontos, hogy ügyesen lobbizzunk, hogy ne maradjunk ki a sport megújulásából, mint ennek az egész világnak egy nagyon speciális területe, amelyre nem fog más odafigyelni, hogyha mi magunk nem szervezzük meg magunkat és nem emeljük fel a hangunkat. Ön hogy látja egyébként személy szerint jelenleg a magyar sportújságírók helyzetét? Kicsit akár a vidékiekre is reflektálva most, illetve gondolva most. Én most egy olyan kiadónál dolgozom, a Nemzeti Sport főszerkesztőjeként, amelynek számos regionális vidéki újságja, honlapja is van. Ezért bizonyos gondok, problémák, meg örömök is közösek. Én úgy látom, hogy volt egy jó két évtizedes, nehézebben mondani szabadrablás, amikor egy fajta gyarmatosító politikával csak a profitot szem előtt tartva a megyei lapoknál is, országos lapoknál, médiacégeknél is a külföldi tulajdonos kifacsarta tulajdonképpen a szakmán képviselőit, meg ezeket a régi tradicionális sajtóorgánumokat. Kevesebb emberrel végeztettek el egyre több munkát, egyre áldatlanabb körülmények között kellett dolgozni. Nagyon sokáig, nagyon alacsonyan tartották, és hosszú ideig nem emelték a béreket ebben a szektorban.
Nem panaszkodni akarok, de bizony egy olyan kiszolgáltatott helyzetbe jutottak az újságírók, és azon belül a sportújságírók is, amelyik hát nagyon messze volt attól az ideális állapottól, ami miatt valamikor sportújságírók szerettünk volna lenni, hiszen ez a legszebb szakmák egyike, és valamikor a legkiváltságosabb szakmák egyike volt Magyarországon is. Természetesen az örömteli, hogy ma már nem csak a sportújságírók utazhatnak, az viszont nem örömteli, hogy a sportújságíróknak egyre kevesebb pénzért egyre többet kellett dolgozniuk. Részben a magyar sport általános helyzetének a hanyatlása miatt, részben a világban, a médiában amúgy is zajló átalakulás miatt. Máshol is nehéz helyzetben vannak a nyomtatott lapok újságírói, máshol is nagy kihívást jelent a technológiai fejlődés, de olyan árvák talán sehol nem lettek az újságírók és a sportújságírók, mint éppen Magyarországon az elmúlt években. Megváltoztak, megfordultak a trendek. Például a Nemzeti Sport főszerkesztőjeként is mondhatom, hogy hosszú idő után nem csökken, hanem nő a munkatársak száma, hosszú idő után nem stagnálnak, hanem emelkednek a fizetések. A magyar sportban megjelenő források egy ideig elszívták a legtehetségesebb sportújságírókat a klubokhoz, szövetségekhez, a hagyományos média területéről. Talán ez a tendencia is kezd megtorpanni, megállni, megfordulni. Vissza tudunk csábítani nagyszerű újságírókat a pályára. De biztos, hogy amellett, hogy egy csomó új fiatal, új műfajokban alkotni képes kollégára lesz szükség a szövetségeknél, kluboknál, klubhonlapoknál, saját televíziója, saját közösségi média birodalma van ma már minden valamire való sportklubnak vagy szövetségnek, és ez azt jelenti, és ez a szakmánk kinyílását és felértékelődését és egy csomó új lehetőséget jelent, hogy szükség lesz sok fiatal tehetséges sportújságíróra ezeken a területeken, ugyanakkor a független média erejét és presztízsét is meg kell próbálni ebben a nagyon gyorsan változó világban megőrizni. Ha tetszett a videó, iratkozz fel és lájkold Facebook oldalunkat!